nagy mozifilmben ötödik alkalommal szinkronizálja a diego a Tigrista És igen, maga színvonalon indult ez az animációs film. Ön szerint még mindig tartja ezt a színvonalat, vagy ez most már a, húzzuk a sokadik róka bőrt esete? Minden, minden, olyan film, ami kontroll, c Ctrl készül, annak megvan az a hátránya, hogy egy kicsit unalmassá válik. Most én még nem, csak előzeteseket csináltunk a, azt hiszem a negyedik részhez volt az ötödik, ötödik. ötödik. jön már? Na hát. <laughs> e, és, de az a helyzet, hogy, hogy amikor visszanézem véletlenül később, valaki hivatkozik rá, és akkor én belenézek, vagy mondjuk ismétlik a televízió, valamelyik televízió csatornán, akkor azért úgy el tudok csodálkozni rajta, hogy jé, ez is, ilyen is volt benne. Ez azért van, mert, mert épp, hogy nem hát jó szerivel mi egy animatikra dolgozunk. Ugye, miután nagyon féltik a, a gyártók a, a, kikerülés lehetőségét, tehát nagyon, nagyon féltik azt, hogy, hogy esetleg megjelen a, a premier előtti vetítés előtt már torrenten föl legyen a, a, film, ezért aztán ugye megpróbálnak mindent bevetni annak érdekében, hogy ne lehessen egy tökéletes kópiát ö, véletlenül se lemásolni. Ettől aztán egy picit megnehezedik a munkánk, mert van úgy, hogy fekete-fehér kópiára dolgozunk, meg van úgy, hogy tényleg nem is mozogtak a figurák, csak egy gyakorlatilag egy animatik volt, ami, ami úgymond egy storyboard volt, amire dolgoztunk. A hang az, az természetesen, a vezérhang az megvolt, és az segített. E, tulajdonképpen ettől még az jó, csak nincs meg közben az az élvezet, hogy hogy, 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 hogy mi is nézzük egy kicsit a filmet. A szökés sorozatban is nagyon sokáig szinkronizált, hogy mit gondol Igen. erről a szériáról? Uh, na most a szökés is az a az a faj, az a sorozat, amit én nem láttam. Csak azokat a, a kiragadott jeleneteket láttam, amiben én szinkronizáltam, és utólag derült ki, hogy ez mennyire sikeres sorozat. Méghozzá nézői csatolásokból Volt olyan, hogy egyszer sielni mentünk viszonylag nagy társasággal, és viszonylag sok fiatal emberrel, vagy hát az én fiamkorú gyerekekkel, tínédzserekkel, és uh, ott egyfolytában azt kellett mondanom, hogy figyelnek, Schofield, mert hogy a gyerekeknek annyira tetszett a sorozat, meg ez a mondat, hogy állandóan ezt kérték. Uh, so, Úgyhogy tulajdonképpen sokat nem tudok mondani a Szökés című sorozatról, az egészéről, mert én nem láttam, de azt, azt tudom, mondom, a nézői visszajelzésekből tudom, hogy mennyire sikeres volt. És ha jól tudom, akkor valamit valami folytatása talán lesz is. Igen, próbálják feltámasztani elméletre, jövő, jövő évben lesz majd a Foxon. Kíváncsian várom. A Foxon? Foxon, akkor ide fog kerülni. Akkor lehet, hogy ide kerül, igen. És még az is lehet, hogy, <laughs> lehet, hogy hozzám. Az egy az érdekes. részes évadot kapott. Volt, fordult már elő ö, olyan, hogy, hogy hozzám került egy sorozat, amiben én egy másik stúdióban már szinkronhangként szerepeltem. És hát tulajdonképpen innen jött a, az ötlet, nem csak innen, de hát innen, innen származik az alapvető gondolat, hogy hát akkor az én kell, hogy legyek, tehát akkor, akkor én azt otthatom magamra, azt a karaktert. Még két szinkron szerepével kapcsolatban lennék kíváncsi a véleményére, az egyik a feláldozhatók filmek, az Expendables, hogy ön szerint ezek hogyan sikerültek? Hogy sikerült a nagy öregek visszatérése? Hát ez jó pofa dolog. Tehát ezt mondjuk elsősorban színészként azt mondhatom, hogy mindig jó látni azt, hogy, hogy ilyen ikonok, ikonokat összeválogatnak, a szájukba adnak jó pofa mondatokat, poénokat, egymást húzzák, és ugye ezt nagyon szeretik az emberek. Ez ugyanolyan dolog, mint nagyon szeretem például a, a régi filmeket újra nézni, mondjuk kollégákkal, tehát már esetleg elhunyt kollégákkal forgatott magyar filmeket is, azért szeretem nézni, mert jaj, hát őt is ismertem, jaj, hát vele is dolgoztam, ha másért, nem ezért, ez mondjuk én vagyok. De ugyanígy átlag átlagnéző is szerintem, tehát erre játszik, ezt, ezt próbálja megfogni a, a filmgyártója, mert ezt szeretik az emberek. Tehát szeretik, amikor azt mondja a, a Stallone, a, a új, hogy hívják a kormányzót, a Schwarzeneggernek, hogy, hogy na, te ez meg elnök akar lenni. Hát ez egy nagyon jó poén. Vagy Izé, új, ezt a vizét, figurát nem ismerem, és akkor ott van a Rambó hősei volt már, voltak már ilyen poénok, ezek mindig jó, jó pofák. Mm, és a halásoron önnek is olyan emlékezetes volt, mint a többi színésznek? Hát a halásoron az egyik kedvenc filmem, igen. igen. És nagyon sajnálom, hogy hű, hogy hívják, néha névmemória zavaromban, akit szinkronizáltam. A halásoromban. David nem. Morse. David Morse, igen, David Morse. Nagyon sajnálom, hogy nagyon sok filmben nem én vagyok a hangja. Egyszerűen kikérem magamnak. Mert Egyszerűen azért, mert olyan kedves emlékköt a filmhez. Nagyon szerettem a filmet, és szerintem egész jól passzolt a hangom a David Morse-hoz. Ugye ez is Stephen King könyvből készült, és ön is rendezett több Stephen King, igen. King könyv adaptációt. Ön szerint sikerül átültetni? Nem tudom, hogy olvasja a könyveket. Nagyon, sok, nagyon, sokat olvastam. Nem mindig sikerül átültetni. De hát ez, ez, ugye egy örök dilemma, hogy, hogy könyvben valami, hogyha valamit olvas az ember, akkor a saját fantáziájára van hagyatkozva. Nem jó az, hogyha nekem a, hogyha az én fantáziámat megszabják képi készen kapott képi változat által. Ez, ez, általában a baj ezekkel az adaptációk, és van, ami nagyon jó, jól sikerül egyébként, van, van, van olyan, itt van a Harry Potter például, a Harry Pottert én nem tudtam elolvasni. Vesse rám akárki azt a követ, de nem, el, megpróbáltam a gyerekemnek, annak idején még pici volt, elkezdtem, megpróbáltam olvasni, és én az első 15 oldalnál belegabajodtam a nevekbe, nekem az olyan sűrű volt. És amikor kijött filmen, úgy néztem, mint egy gyerek. Tehát annak örültem például. És az, miután nem került földolgoznom a mafla agyammal a könyvet, nagyon örültem, hogy ezt készen kapom, és ez így rendben volt nekem. Aztán mondom, van, van, természetesen nagyon sok olyan film van, amit, amit, úgy érzek, hogy, hogy nem sikerült a, a, könyvben leírtakat tökéletesen ábrázolni. Ugye hát vannak időkorlátai is a dolognak, ugye egy filmnek van, muszáj valameddig tartania. A könyv meg, a könyvet meg az ember ugye esténként előveszi, olvas 15 percet, vagy 15 oldalt, vagy 20-at, akkor azon elgondolkodik. Még az egy picit időtlenebb